A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a hazai szabadföldi szamóca a hétvégétől kezdve folyamatosan nagyobb mennyiségben jelenik meg a piacokon, az üzletekben. A magyar szamóca, amit a köznyelvben epernek hívnak, ízében, állagában, nagyságrendekkel jobb a külföldről több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz. Idén az enyhe tél és a tavasz nagyon kedvezett a szamócának. Így a továbbiakban is kedvező marad az időjárás, a legtöbb termő jó minőségű és bőséges termésre számíthat. E hét végére várható az ország déli részéről érkező első nagyobb mennyiségű szabadföldi termés, majd pár napra rá érkezik az északi területekről is. Jövő hét közepén pedig már országszerte elindulhat a Szedd Magad akciók is, természetesen az aktuális járványügyi előírások, korlátozások betartásával. Tudhattuk meg. A friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető az importált, még kora érettel leszedett és több ezer kilométerről ideérkező gyümölcstől. Például a magyar áru állaga nem olyan kemény, és a csészelevelei frissebbek, nem beszélve a nagyságrendekkel jobb ízről. A hazai fajták szájéretten szedhetőek, mivel jóval rövidebb idő alatt eljut az áru a fogyasztókhoz, mely különleges ízében is megmutatkozik. Három fázisban érkezik a magyar szamóca a kereskedelmi forgalomba. Április második harmadától a részben fűtött fóliasátras termés kerül a piacokra, üzletekbe, majd utána április végével, május elejével a fólia alagutas, bakhátas, fátyolfóliás termőterületekről és május közepétől nagy mennyiségben a szabadföldi szamóca. A hazai termés június közepéig végéig tart. A magyarországi üzemi szamóca termőterület a 2019-es SAPS adatok szerint mintegy 650 hektár évente az időjárási viszonyok függvényében átlagosan 8-10 ezer tonna áruterem. A termőterület 20%-a a Bács-Kiskun és Pest megyében található. Mellettük még Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében van nagyobb termőterület. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fólia takarásos, sátras hajtás.